Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hát és már megint itt vagy, szia, köszi, hogy itt vagy, és hogy benéztél, és hogy aggódsz érte, még mindig élek, még mindig jól vagyok, de még mindig be vagyok zárva a karanténba, az elmém már így tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, így csinál, de bírom még. Ebben a, elértük a 100 föliratkozót, megőrülök, bontsak pesgőt, nem, mert nem iszom ilyesmit. Szeretnék válaszolgatni azokra a speciális, különleges kérdésekre, amiket kaptam itt hozzászólásban, vagy privát üzenetkében. Nos, csak ilyen, így vannak a fények, nekem jól áll a fél homály. Mondd, hogy nem. Ez meg még mindig a Covid, hogy mindenem tele van. És elmegy a hangom is. Nos, volt egy olyan kérdés, vagy kérés, hogy mutassam már meg ezt a könyvespolcot, meg hogy mi van rajta, meg miért van rajta, meg hogy van rajta. Nem mutatom, még nem vagyunk olyan jóban, hogy ezt mindig végig mutogassam, majd olyan is lesz. Hogy mi alapján rendszerezem a könyveket? Ez is egy kérdés volt. Na, én erre azért nagyon háklis vagyok. Az nem szokott zavarni, ha körülöttem itt szalad a lakás. Sőt, kifejezetten jól érzem magam a kreatív rendetlenségben, de a könyvespolcon mindennek helye, és úgy van helye. És nem lehet a könyvespolcon olyasmi, aminek nincs ott helye. Ahogy látjátok, én ezeket a fekete, ez a legegyszerűbb, legolcsóbb IKEA-s könyvespolcokat szeretem így körbe. Viszont ennek megvan az az előnye, hogy kinyitom az ablakot, és azonnal por van rajta. Talán ezért is találtam ki azt, hogy minden könyv egészen kihúzva, tehát hogy itt nem férnek ide a polcra mindenféle kis vackok, egészen kihúzva, és akkor például így le lehet biggyázteni, már hogyha így a könyvet. Ez. Szerzőnként pakolom őket általában, de a sorozatokra is figyelek, hogy azért azok úgy nagyjából együtt legyenek, és ezzel mindig van is bajom, mert hogy egyszerre különböző kiadásokban jelennek meg bizonyos szerzők könyvei, és akkor káoszt lesz belőle. Tehát mondok egy példát, például Virginia Woolf könyvei, hogy van belőle helikon zsebkönyves is, meg kapszulás is, meg különböző kiadásban még háromféle. És akkor most hova tegyem? Tehát ha a helikonhoz tegyem, vagy a kapszulá, vagy a Woolf kupacba tegyem? És akkor ott leszedjük a kapszuláknak, érted? Tehát ezektől megőrülök. Miért nem lehet egy életművet egyben kiadnia egy kiadónak? Meg ha sorozatot adnak ki, akkor miért nem egységes annak a sorozatnak a megjelenése? Ezektől azért én tudok megőrülni. Mi minden van a könyvespolcomban, meglepő lesz a válasz, könyvek. Tehát, hogy én szeretem, hogyha csak könyvek vannak a polcon, vannak ilyen kis, mert hogy ez menő, hogy mindenféle ilyen világító fruccok vannak, nem is látjátok, mert a mögöttem vannak. Na, ilyenek vannak, meg van ott lampion is, de nem ez a lényeg, hanem hogy könyvek legyenek, mert ha mindenféle kis kütyük vannak még ott, akkor az így elviszi a figyelmemet. Egy dolog, vagy inkább élő lény lakik a polcomon, ami nem könyv, de ő is majdnem, és ő nemrég néhány héttel ezelőtt zsákmányoltam, most akkor megmutatom nektek. Hát nagyon cuki, találtam az interneten, azt hiszem, hogy ráj, IGN shop. Hát egy sárkányt. És ez annyira helyes, nézd meg, hogy ki ír nekem ilyenkor. Annyira tudtam, hogy ez a Csaba. Csaba, ne most írjál nekem üzeneteket, légy szíves. Szóval, benne akar lenni a videómban, neki minden booktube-os videóban benne kell lenni. Már megfigyeltem. Szóval, a sárkányka. Nagyon helyes, nem így nézett ki eredetileg, mert tök fekete volt, csak én kicsit kreatívan egy aranyszínű fástékkel összemaszatoltam, mert hogy jobban látszik a fekete háttéren a fekete sárkány. Könyvekre vigyáz ő. Ilyen aranyos feje van. Könyvekre vigyáz, és egyébként egy titkos doboz. Semmi nincs benne. De nagyon helyes, és egyrészt könyvtámasznak is jó, meg úgy dísznek is jó. És akkor sokat gondolkodtam, hogy hát ha van egy ilyen házi állatom, egy ilyen élőlény, akkor neki név is kell, de hogy lehet nevezni egy sárkányt? Valami igazán sárkányos név kell neki, így lett Károly.
Károly itt lakik, óvatosan matassa a könyvespolcon, mert letépi a kis ujjadat. Most egy kicsit ott üldögélj a lábamnál. Az is kérdés volt, hogy hogy férek el a könyvespolcokon, meg hogy honnan szoktam vásárolni, mi alapján szoktam vásárolni, és mit teszek azokkal a könyvekkel, amiket meguntam. Hát egyrészt, amikor vásárolok, akkor leginkább célirányosan, tehát ritkán veszek és hozok haza olyasmit, amivel utána bajom lesz. Előfordult már ilyen, akkor csereberel történik, és antikváriumban beviszem, ott hagyom, és valamit elhozok érte cserébe. Pont. Recenziós könyvek közül is olyanokat szoktam csak bekérni, amikről tudom, hogy szükségem lesz rá, vagy érdekel, vagy fontos nekem, hogy meglegyen. Egyre sötétebb vagyok, mert sötét vagyok, nem? Jó, hát egyébként nem tök mindegy, hogy mi van itt a kamerán. Hát halljátok, amit mondok, ez a lényeg. Szóval így szoktam venni. Antikvárium nekem nagyon, nagyon, én szeretem a régi könyveket is. Sőt, és egyébként a Libriből szoktam rendelni. Nekem ez a praktikus, hogy végignézegetem a Libri oldalát, és akkor összecsomagoltatok egy csomagot, és elmegyek érte mindig ugyanabba az üzletbe. Nem bízom már a futárokban, meg megőrülök ettől, hogy reggel 8 és délután 5 között jönnek. Hát de mikor? Most egész nap üldögéljek ott, és várjam. És ha fölhívom, hogy de mikor, akkor még általában bunkó is. És nem akkor jön, meg össze-vissza jön, meg nem. Elmegyek én érte, van a közelben egy ilyen pláza, és akkor ott átveszem egyben, és akkor még ott kicsit szétnézek, és igyekszem, hogy semmi mást ne vegyek meg. Így, de az antikvárium nekem fontos. Szeretek ott turkálni, vannak kedvenc antikváriumok Pesten. Szeretem, hogyha egy antikváriumos jó fej, azt is szeretem kifejezetten, ha nem dumál és nem akar rám tukmálni, tehát én ott így bámészkodom, mint a múzeumban. Ne jöjjön oda, ne lihegjen a tarkomra, hogy ezt vegyem meg, azt vegyem meg, amazt vegyem meg, majd azt én tudom. Úgy nem tudok válogatni, meg nézelődni, hogyha ott csivitel. Ez olyan, mint ha a múzeumban állok a nem tudom színei merse előtt, és akkor a teremőr néni oda jönne és elmagyarázná, hogy látja, hogy fehér zokni van rajta? Látja, hogy a lila ruhás nőnek lila a ruhája? Nem áll. No, így szoktam válogatni. Ezt már elmondtam, hogy mi történik, hogyha egy könyvnek nincs helye nálam, akkor ő vagy valakinek elajándékozom, vagy megy az antikváriumba. Kérdés volt, Dóra kérdezett egy ilyet tőlem, puskázom ám. Fősorolt itt nekem valami 10 szerzőt, hogy szerintem mit olvasson tőlük, és hogy szerintem miért nem olvassák mostanában ezeket a szerzőket. És akkor Dóra itt leírta nekem Huxley nevét, Robert Mer, Thomas Mann, Tennessee Williams, Kafka, már hogy a franc, Joseph Conrad, Somerset, Emil Zola, Wells, Shaw és Greene nevét írta föl. Tehát Dóra, te hány éves vagy életem? Mert nagyon nehezeket olvasol. Hogy miért nem olvassák? Szerintem olvassák ezeket a könyveket, csak nem látod, vagy nem látjátok. Főleg itt a YouTube-on nem látjátok. Mert azért lássuk be, hogy itt főként a fiatal korosztály van jelen, akik könyves videókat készítenek, és azért általában a kommerszett könyvek jelennek itt meg. Én is kaptam már letolást, hogy mit jövök elő itt egy, nem tudom, jókai kötettel, amikor ők a... Mi volt az a holdfény, vagy holdsugár könyvesboltot akarják látni? Hát az másnál is látják, én is beszélek róla, de hát elő kell szedni a régieket is. Szóval ezt gondolom, hogy ezért nem látod, hogy olvasnák ezeket a szerzőket, de olvassák. Másrészt, akiket leírtál, azok itt most ne tessék megdobálni, ezért a kifejezésért, de hogy őket szerintem főleg férfiak olvassák, ám felnőtt férfiak. A fiatal lányoknak nem biztos, hogy jó lesik olvasni egy Kafkát, vagy egy Thomas Mann-t. De közben meg vannak olyan lányismerőseim, akik olvasnak ilyeneket, mert hogy ezek komoly, nagyon veretes, komoly mondani valójú történetek, akkor is, ha regényről van szó. Volt közt, megint megállt, szóval volt közt legalább egy, igen, Huxley-tól én semmit nem olvastam. Bocs, de ajánlj valamit nekem Huxley-tól. Kitől mit ajánlanék? Thomas Mann az egyik kedvencem ezek közül, akiket felsoroltál, és tőle a... Mit kell lenni valahol? Man,
Például egy szélhámos vallomásait nagyon szeretettel ajánlom, mert nagyon helyes. Nem piszkálom ki, de a Varázshegyet is nagyon ajánlom. Thomas Mannra be kell érni, azt gondolom. Ugye elmében meg kicsit le kell csitulni a lelki viharoknak, ahhoz, hogy beengedjük magunkba. Merle, Robert Merle is ugyanez a sztori. Hát a Mesterségem a halál az azért egy kemény könyv. Nem is szeretem újraolvasni. Tennessee Williams már sokkal szórakoztatóbb. És Tennessee Williams-el szerintem jobb úgy megbarátkozni, hogyha előbb színdarab formájában látod, és csak utána olvasol könyvet, mert emészthetőbb, hát kivéve, hogyha valami nagyon rossz előadást látsz belőle. Ezt gondolom ezekről az előadókról, mik ők? Írók. Émile Zolát is nagyon szeretem. Bernard Shaw-t is nagyon szeretem, Graham Greene-t is nagyon szeretem. Nem tudok így most hirtelen kedvenceket kiemelni, pedig vannak itt össze-vissza körülöttem, mögöttem, fölöttem belőlük könyvek. És hogy mit ajánlok? Én azt ajánlom, hogy ha elmész egy antikváriumba, vagy egy könyvesboltba, vagy az interneten, és úgy megfog, de ne a borítója fogjon meg, hanem a fülszöveg, vagy ha teheted, akkor lapozz bele egy kicsit, és érzed, hogy az a könyv a te nyelveden szól, megszólít, éppen akkor arra szükséged van. Hazaviszed, és ha nem, akkor már lehet, hogy máskor később szólít meg, és ezek a szerzők pont ilyenek, akik elkísérnek téged majd hosszú éveken keresztül, ha ügyesen tárolod őket a polcodon, és megtiszteled az ő szellemüket és lelküket. Hasonló volt a kérdés, Melinda kérdezte, hogy felnőtt kor a kedvenc szerzői, Szabó Magda és Márai Sándor, és arra kíváncsi, hogy mit gondolok erről a két szerzőről, és mit olvastam tőlük, és... Szabó Magdától nem vagyok benne 100%, de azt gondolom, hogy a teljes életművet, ami megjelent, most a Jaffa adja ki egészen szép külsővel. Ugyanez a problémám, mint amit a legelején mondtam, hogy kb. 12 féle külön kiadásban vannak Szabó Magdáim, össze-vissza is ettől a polcon, nem szép, de hát én szeretem, hogy ott vannak. De beszéltem én már Szabó Magdáról itt egy videóban, hogy a Tündér Lala volt gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya. Természetesen nagyon szeretem az Abigélt. Vitai meg van őrülve. Ugye van egy ilyen mondatban. Ezt a macskának szoktam mondani, amikor megkergül, mert ő még egy kamasz élőlény. Még nem volt neki kasztrálása sem. Erről nem beszélünk hangosan, majd lesz. Szóval, amikor megőrül, akkor szoktam ezt rákérdezni, hogy Vitai megőrült, amit a mámtól melyik tanárnő üvölt ennek a szerencsétlen kis nyomorult Georginának. Az ajtót nagyon szeretem, a Katalin utcát nagyon szeretem, az őzzel volt egy kis fenntartásom, vagy letettem, aztán újra elővettem. A régi módi történet is helyes. Azért lássuk be, hogy Szabó Magda inkább a női lelkeket szólította meg, nem véletlen, hogy nagyon sok nő olvassa Szabó Magdát, és én kifejezetten ajánlanám mondjuk kamasz fiúknak, hogy tessenek Szabó Magdát olvasni, mert megismeritek a nőket. Hello! Így. Az ajtót említettem, noná, hogy említettem. Hol vannak a Szabó Magdák? Mit tudom én? Danaida, kívül a körön. Jaj, Szigetkék, nem tudom, ne akarjátok már, hogy itt jógázzak. Szóval nagyon szeretem Szabó Magdát. Tulajdonképpen bármit ajánlok tőle. Így. Máraival én nem vagyok annyira barátságban, olvastam a füves könyvét, azt szerettem, a Gyertyák Csonkigék neked is természetes, hogy elolvastam, de így különösebben mély nyomot nem hagyott bennem, és akkor azt hiszem, hogy nekem Márai ennyi volt. Biztos, hogy megérint majd egyszer engem, de valahogy mostanában így, vagy egyáltalában még elkerült Márai. De tök jó, hogy fölhívtad rá a figyelmemet, mert akkor majd előszedem, és rá kanyarodom. Gyűlölöm azt a kifejezést, pedig már én is használtam, amikor valaki azt mondja, hogy ledarálok egy könyvet, így sötty. Mert hogy erről mindig az a hülye nő jut eszembe, aki tavaly vagy tavaly előtt a mesekönyvet így ledarálta a papírdarálón. Valami politikus azt mondja, én a nevét se tudom, hát a politikához is hülye vagyok, mint sok minden máshoz.
Mutassa meg az Agatha Christie kincseket, ezt most már többen kértétek, de még jó, kicsit csak jó. Beszéltem nektek az első kiadásokról. Jaj, ezeket óvatosan kell, mert hullanak ám darabokra. De néhányat megmutatok, jó? A kincsek közül most csak így pikpak, aztán majd máshogy is, bővebben. Most nem mondom meg, hogy mikoriak, 1920-as években jelentek meg az első kiadások mind, de hogy milyen szépek. Hát ilyen állapotban lehet próbált beszerezni jobban. Ez például az Ilyet szemű lány. Aztán a titkos ellenfél, ugye, Tommy és Tapens története. Hát ez érdekes, a Beavatott Express. Gondoltad volna, hogy a gyilkosság az Orient Expressen című krimi ezzel a címmel jelent meg először Magyarországon? A Beavatott Express. Az volt a címe. És nagyon izgalmasak ezek, mert egészen más fordítás, mint amiket most lehet elolvasni. Ezt például Bálint Lajos fordította, de Kosáriné Réz Lola is fordította Agatha Christie-t. Szintén széthullott már a Kék Express, ez a titokzatos kék vonat című könyvnek az eredetije. Poirot mester bravúriai, ilyen nem is van. Még a kartó. Még miért nem hívták Evans-t? Ez a miért nem szóltak Evans-nek hullik. Vádol a rózsa. Na, ez lehetne egy rejtvény. Ez vajon melyik Agatha Christie-nek a címe? Gébeke Margit fordította, 1940-ben jelent ez meg először Magyarországon. És hát ha hiszitek, ha nem, ez a Ciprus koporsó című. Vagy most már ezzel a címmel ismeritek. Az volt az izgalmas, hogy akkoriban, ugye 20-as, 30-as években figyeltek arra, hogy a könyvek címében ne szerepeljen a gyilkosság, meg a halál, meg a koporsó, tehát hogy mindent kicsit így finomítottak. Például ez is, az a cím, hogy Ne jöjj vissza. És ez mi? Képzeld el, hogy ez... Na, ez egy Kosáriné Réz Lola fordítás, akit íróként is ismerünk, 1937-es a megjelenés. Szóval a Ne jöjj vissza, azt képzeld el, hogy a Gyilkosság Mezopotámiában című regény. Poirot és az ABC, ez az ABC gyilkosságok természetesen. Van egy ilyen is, hogy a Vörös Sál. Ezt most én sem tudom felből, hogy melyik volt, 33-ban jelent meg. És a Gyilkosság egy csendes házban címmel ismerjük manapság. Aztán a Pesti Hírlap könyvek is adott ki olyan kis picikát, már rettenet állapotban vannak ezek is valamikor a 30-as évekből szerintem, ez a Királyok és Kalandorok első és második része, a Négyek Társasága, és itt van. Hát ennyit szeretnék ezekből az első kiadásokból, hiányzik még vagy 10, ha valahol látod, hogy megjelenik antikváriumban Agatha Christie első kiadású magyar, akkor itt sikítse nekem, de szerintem a város, vagy talán az ország antikváriumosai is nagyjából tudják, hogy én ezekre így ráfordulok. No, mit akartam még innen a polcról mutatni? Semmit? Agatha Christie-vel majd egyszer külön beszélgetünk, vagy barátkozunk. Most megjelent az év végén ugye az Életem című kötete, amit nem tudom megmutatni az újat, nekem még az előző magyar van meg, de akartam ezt megmutatni, mert angolul ilyen helyes borítóval jelent meg ez annak idején. És ez is tele van fotókkal. Biztos meg tudom most mutatni, na, de. Szóval Agatha Christie Életem című könyve most egy új kiadásban van a könyvesboltokban, de régit is lehet még itt, ott találni. Én szerettem ezt a fekete partvonalas kiadást, ez a mostani, ez nekem a kemény borítóval kicsit túlzás. Jó van? Mit akartok még tudni? Ilyenek voltak ilyen kérdések, hogy és beszéljek már egy bővebb videóban a kedvenc szerzőimről. Jó, majd ilyen is lesz. De szerintem, amikor ilyen apránként beszélgetek, akkor mindig elmondom. Meg olyan, hogy kedvenc, olyan lehet, hogy nincs is. Meg olyan sincs, hogy annyira elfogult vagyok egy szerzővel, hogy azt mondom, hogy minden írása, minden könyve zseniális. Nem, hát mindenkinek vannak olyan, vagy előfordulhatnak olyan írásai, ami
nem annyira sikerült jól, vagy esetleg nekem nem annyira tetszik. Ne piszkáljam a mikrofont, tudom, mert üttök a kezemre. Jó. Most ez egy ilyen kicsi kis videó volt. Meg a macska már hallom, hogy itt visít, és nem engedhetem ide, mert mindent letép, mert mondtam, hogy ő egy kamasz, és például ezért is vannak ennyire kihúzva a könyvek. Mert egyébként ő, mint kamaszkölyök, ezt lépcsőnek használja, és mászik föl a növényekért a könyvespolc tetejére, már pedig a növény és a macska együtt tudjuk, hogy nem annyira kompatibilis, úgy kitoltam vele, és így nem tud fölmászni. De már hallom, hogy sikít, úgyhogy most ki kell engednem. Amúgy is rengeteg dolgom van, és mind sürgős, el tudjátok képzelni, egy karanténban, és ami még rosszabb, hogy ma kaptam egy e-mailt, mely szerint megérkezett egy antikváriumból rendelt csomagom, amit még valamikor december elején rendeltem, és megjelent, vagy most már megjött, de most meg a karanténom miatt nem mehetek érte. Hát ez milyen érzés? Tudom, hogy már ott van, de nem tudom elhozni. Az lesz szerintem, hogy holnap valamelyik barátomat megkérem, hogy menjen már el érte, azt tegye le itt a küszöbre, mert akarom, majd egyszer mutatok be egy ilyen csomagbontós videót, még nem csináltam, meg ezeket én annyira nem is értem, hogy... De ezt írjál már meg nekem valaki, hogy miért szeretitek ti nézni a csomagbontós videót? Abban mi az izgalom, hogy én itt föltépek egy dobozt, és akkor van benne 8 különböző könyv. Ha megmagyarázzátok, akkor elhiszem. De egyszerűen mutatok egy ilyet, hogy éppen egy antikváriumos zsákvány csomagomban mi van. Jó, akarjátok ti ezt? Mit akartok? Még ettetek ti ma rendesen? Hát nem tudom, nem úgy nézel ki, nem csillog eléggé a te szemed. Egyél valami kis brokkolit, vagy avokádót, vagy... Nem tudom, most az avokádót meg is kívántam. Na hagyjál már egy kicsit, békén, engem majd jövök holnap is, aztán folytatom. Szevasz!